A férfi először 2021-ben kért kölcsönt egy helybeli ismerősétől a vállalkozásához. Valaki zsarolja. Hogy mivel zsarolja, azt nem is mondanám, de hát, hogy zsarolták, nagyon lerobbant. És azt mondják, hogy itt kapták el a zsarolóját, itt a sarkon. De hogy mi lett vele, meg arra is gondolunk, hogy a zsaroló már továbbadta valaki másnak ezt a jogbótot, és hát nem lesz vége sose. Meggyőzte a kölcsönadót, hogy a pénzt biztosan vissza tudja majd fizetni, ahogyan a vállalkozása fellendül. Ezt követően 2021. februárjától egészen 2024. augusztusáig a férfi heti rendszerességgel, de olyan is előfordult, hogy hetente több alkalommal is különböző valótlan indokokra hivatkozással kért pénzt a sértettől. Egy idő után ezeket az indokokat kibővítette azzal is, hogy amennyiben nem ad újabb pénzeket, a korábbiakat sem tudja majd neki visszafizetni. Ezt követően, illetve ezzel párhuzamosan a sértett, a férfi üzleti partnereiként bemutatkozó személyek is keresni kezdték telefonon további pénzkölcsönök nyújtása érdekében. Majd amikor ő ettől elzárkózott, őt bántalmazással, a kezei eltörésével, a lakása és az autója felgyújtásával fenyegették meg. A férfi 2021 és 2024 között különböző nagyságrendekben kért kölcsönpénzeket, a 10.000 forinttól milliós összegekig, összesen 75 millió forintot tudott így a sértettől kicsalni, illetve kizsarolni. A sértett a legutóbbi életveszélyes fenyegetést követően kért segítséget, és így a rendőrség a legutolsó pénzátadás után az elkövetőt az átvett pénzzel elfogta. Az ügyészség indítványa szerint a többszörösen büntetett férfivel szemben fennáll mind a szökésselrejtőzés, mind a bűnismétlés, mind a bizonyítás megnehezítésének a veszélye. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság döntésével szemben a férfi és védője is fellebbeztek, így végleges döntést a letartóztatás kérdésében a szolnoki törvényszék fog hozni.